De beengednek favágókat, tess? Fát, hogy jöttél? Messziről jöttél? Ja, ellopták útközben. Nem voltunk itt már egy fél órája. Srácok, hoztam nektek... Dobi, kifele! Srácok? Kifele! Kifele! Srácok? Kifele! Nem, te nem, Bali, te visszajöhetsz! A mai videóban arra gondoltam, hogy rendeltem nagyon sok vegán kaját. Én soha nem ettem vegán kajákat, nem tudom, hogy álltok vele. Én ettem, de nem szerettem. Volt egyszer egy olyan hölgyem én az életemben, aki vegán volt, és el kellett járni ilyen vegán hamburgerezőbe, és nem szerettem. És megjátszottam, nagyon jó volt. Semmi bajunk a vegánokkal, és azokkal, akik vegánok. Csak egyenek húst. Mindenki úgy éli az életét, hogy akarja. Őszinte vélemények lesznek. Igen. Ha jó, elmondjuk, hogy nekünk ízlik, ha rossz, akkor elmondjuk, hogy szar. Ennyi, de tényleg. És ha ez most egy marhahús lenne, vagy egy steak lenne, akkor sem van egy szar. Ennyi, úgyhogy... Jó. Válogattam olyanokat, amik szerintem érdekesek. Itt van cottage cheese, ami kicsit egy ilyen túrós helyettesítő valami. Melyik a legszimpibb? Nekem őszinte veszek, kép alapján ez a nuggets. Jó, akkor azt rakjuk be a sütőbe. Benne van ez sütős? Jó, berakjuk a sütőbe a nuggets-et. Esküszöm, jó illata van. Van ketchup? Úristen, de adlak. Na nézzük! Ez kap... Na, ez jól néz ez ki. Jól. Az illat olyan, mintha hús lenne. Jó, nézzük, tényleg. Ide meleg. Belülről nézzük meg. Ebben 57% szója készítmény van. Bocs, úgy is néz ki egy kicsit, mint a hús. 57% szója, zabrost. Nyomi. Ez nekem 10/9. Ez valaki odaadja nekem, sokat szemben azt mondom, hogy ez húsból van. Nekem még nagyon forró. Én ezt nem mondom meg, hogy ez növényi. Ez tök jó. Sokszor rosszabbat adnak tényleg egy gyors étteremben. Nekem elején nem íze, de ha elkezded rágni, akkor előjön valami íz, hogy tényleg olyan, mint egy nuggets. Ez teljesen jó kérdés, hogy mennyivel drágább, mint mondjuk egy sima nuggets. Szóval, azt hiszem 1500 forint volt. 1500? Hát, azért már sokat veszel, nem? Még akár egy gyors étteremben is egy nagyobb adagot veszel belőle. Jó, csak ez lehet egészségesebb. Én adok egy 9-et. Én is. Hazafelé megy ki. Ez most riasztok. Na jó, nézzük! Most nézzük, melyik a legnem szimpatikusabb, és együk meg azt. Hát az. Ez mi? Nekem ez. Nekem is ez. Hát ez ilyen felvágottnak tűnik, szóval... Picit olyan, most legyünk őszinték, picit olyan, hogy így ránézzünk a szalámira, mint hogyha amikor így behagyod a parizert egy ilyen két hétig a hűtőbe. A hűtőbe is megszívja magát. Igen, igen. Na várjál, mondom benne, mi van. Nyilván vega vagy vegán, de ránézésen nekem ez akkor is valahogy műanyagnak tűnik. Nem tűnik természetesen. Pedig búzafehérje alapú vegán húspótló készítmény, csicseri borsóliszt, repceolaj és egy csomó ilyen só, fűszer, minden. A hús helyettesítő az maga a búza. Jó, oké, nyomjuk. Száraz, rágós, van egy gumis. Van egy nagyon mellékize. De amúgy... Mint a fűszer, amúgy nem, ez nem olyan rossz. Nekem ez ehető, tehát ezt egy szerencsére ráraknám. Nekem is ehető, viszont az állaga nem jó, szóval egy ilyen parizelnek sokkal jobb az állaga. De valami kömény mag, vagy nem tudom. Ja, az van rajta, az van. Azt érzem. Akkor jön ez a... Kurdi. Ja, hogy cottage cheese, az hogy van magyarul? Nem, valamilyen sajt, kenő sajt? Nem. Ez annyira nem szimpi, meg ennek a illata. Olyan egy picit az illata, hogyha ilyen... Ilyen lábszagú. Nem? Nincs benne tej. Nem tisztáztunk valamit a vega és a vegán közti különbsége. A vegán az teljesen olyan dolog, ami semmi köze nincs az állathoz, a vegán. A vega, nem. Ha jól tudom, ehet tojást, tejet, halad, de húst nem eszik. De sokszor halat esznek. Halat is azt hiszem talán. Attól függ, a vegán semmi. Vegán semmi, de még mézet sem, mert hogy az is ugye darázs produkt. Jó, hát én nem értek ezzel egyet, de mindenkinek tényleg, ahogy a Harry elmondta, megvan a saját véleménye, meg a saját diétája. Tiszteletben tartjuk mindenki döntését. Cottage cheese. Csukd be a szemed is. De nem is tudom, hogy milyen az eredeti. Nem tudom. Mert mondja, amúgy ennek nincs is íze. És ez édes. Nekem az nem jó benne. Igen, az érdekes, hogy édes. Mintha egy picit megszáradt a tejszihab lenne. Most egy picit így... Most. Ugye, hogy van egy mellék íze? Van egy mellék íze. Olyan, mintha ilyen műanyag zacskót ennél. Tényleg. Igen. Ezt tudnám, én ezt tudnám. Nekem ez nem. Nekem akkor ezt mit hazad el? Jó, ez a tíz. De mennyit adunk? 10-ből? 2. Ötös adok rá. Arra én adok egy 6-ot. Engem az állaga miatt egy kicsit a hányás kerülgetett, de
Még most a fogamban alul szedem ki. Jöjjön, én ezt nem szeretem, úgyhogy ezt én nem fogom megkóstolni. Már én azt nem szeretem, oké, legyen vegán a cucc, de miért kell mindig ráírni, hogy hús utánzat, vagy hogy mindenre rá van írva, hogy sertés, húspótló. Hogy elhidd, hogy egy kicsit az agyad elhiggye, hogy azért, mert szerintem nagyon sok ember van, aki amúgy szívesen eszik hús, csak mondjuk lehet, hogy egészségügyi okok miatt, vagy valami miatt nem ehet. És hogy akkor ezt tudod, akkor hogy szereted a lazacot, és lehet, akkor... hogy agyilag így jobban befogadja az, aki... Szóval ez egy... Krém. Lazackrém. Lazackrém. Utánzat. És mi van benne? Léci, olvasd fel, mi az alap? 85% lazac. Lazac helyettesítő, víz, repszolaj, keményítő, bambuszrostok, borsó, borsó növényfehérje, cukor, szójabab. Hát jaj, ilyen hüvelyes. Alapjáraton egyébként a lazacra mondják azt, hogy az egyik legegészségesebb hal. Mi az? Semmi. Sem a krém, a paté. Várj, ezt hagyom. Oh. Egy kicsit, meg rá, egy kicsit úgy. Fú, de rosszul belnézni. Hozok szalmét. Olyan előítéletesek vagyunk, ez így nem jó. Nézzétek meg, milyen szét. Még a konyha, meg a csirke nugget feljutott a konyhát. Megérte egy videóért. Kiukadt az oknunk. A lazacra mondják egyébként azt, hogy az egyik legegészségesebb hal, mert az agyműködést ugye az omega 3 miatt tökre segíti. Meg állítom, úgyhogy... hogyha terhes a néni. Mi van? Terhes a nő, igen. Tehát a máki babát vár. Igen. És sok lazacot eszik, akkor nagyon okos lesz. Jó nagy darab kell. Na hát azért az... Semmi köze a lazachoz, de nem rossz szerintem. Ez amúgy finom. Komolyan? Mm-hmm. Semmi köze a lazachoz, szóval még, de még csak a hajtűzésre érzem. Egy fűszeres borsókrém. Igen. Na, 10 per? 10 per. 7. Ez jó. Vega tejföl. Mmm. Nem, ez vega föl. Vega föl. De mi a vega le? Én azt hiszem, azt hittem, hogy ez kézkrém. Oda megy, hogy vegán krém. Összetevők, tisztított víz. Azt meg, azt szeretem. Nem hidrogénezett kókuszolaj. Módosított burgonya keményítő. Dextróz, borsófehérje, savanyúságot szabályozó anyag, aszkorbinsav. Az a citromsav. Baktérium kultúra keverék. Hát egy dolog nem tetszik, hogy... A tálalás. Igen, hogy tényleg olyan, hogyha a szappan lenne. Ja. Másnaposan a legjobb a tejföl. Csak mondom, jó, annyi nekem nem kell. Körbe a hasad, amit szét van folyamatosan marva. Azt így kikenni a tejföl. Ez, ez kamunak tűnik. Nem, ez olyan, mint a éget sebre tegyél tejfölt. TikTokon láttam, biztos úgy van. Biztos. Szagra semmi. Nincs szagra. Amúgy. De íze sincs. Hú. Ne. De van. Egy pici íze van. Ez, nekem semmi. Nekem citromos egy picit. Hát az aszkorbinsav miatt. Igen. Ilyen a tejfölt vízzel felhigítanád egy picit. Ha nem lenne otthon mondjuk a csirke mellé valamilyen tejföl, rendes tejföl, amivel tudnék fokhagymás tejfölt csinálni, ez simán felfelem azt. Jó, azt beláttam, hogy a sajtos tésztára ráraknám. Jó. De sok sajttal. Megsóznám egy picit talán. Én adok egy 7-est, szerintem ez rendben van. Én egy 6-ost. Erre izgulok a legjobban, mert a sajtokat imádom. Hozok sajtszelőt. Na, megmondom. Nem olyan jó, mint egy gomb. De ez sajt. Ez rendben ez van. Eddig 10 per 10-es sajtszaga van. Egy. Köszönöm szépen. Jó, de ezzel vastag szeletet nem tudsz. Ez kettő. Trapista sajt illata van eddig. Három. Vagy inkább olyan, mint egy gaumának. Az állaga szóval nem jó. De, ez jó. Ó, bár utóíze az nem olyan jó. Gyerekek, az a durva, hogy ebben nincs konkrétan semmi, ami igazából így képezni a sajtot. A kókuszolaj a legnagyobb, meg a víz. Hát a zsír tartja össze. Igen. És akkor keményítő, módosított keményítő, tengeri só aromák. Akkor elkezdem enni, 10 per 9-et adok rá, mert olyan, hogy kicsit inkább trapistát, nem gódát, de kicsit trapistát, de hogy sajtot ennél, de utána van egy utóíze. Drág végig, és amikor nyered le, lesz egy ilyen kis utóíze, az nem annyira ízlik, meg a, amit mondta, hogy az állaga, egy picit olyan, mint amikor nem a hűtőből veszed ki a, igen, nem a hűtőből veszed ki a sajtot, hanem kihagyod a konyhapulton 2 óráig, és akkor kicsit ilyen megmelegedett sajtot eszel, egy picit olyan. És itt a legtöbb kajára amúgy jellemző, hogy az állaga nem olyan, mint a rendes kajáé. Hogyha vegán lennék, én ezt is tudnám enni. Wiener schnitzel. Wiener! Wiener würstel! Queen of Peace, szóval valószínűleg akkor borsófehérjéből van, így van. Víz, borsófehérje, sütőanyagok, borsóróst. A borsót nagyon full úgy néz ki, mint egy virsli. Ja. Szegény. Nézd ott a sajtvágót. Amúgy virsli szagom. Kifogy bele valami. Hol? Ahogy megfogtad. Füstölt virsli szagom. Virsli. De ezt meg tudják csinálni, hogy ugyanúgy nézzen? Aromával, meg minden. Ja.
Az állag. Ó, de rossz. Az állag nem jó. Ó. Az íz jó, állag nem jó. Az íze nem rossz. Ilyen porózus az állag. Nem, az íze jó. Íze jó. Elfoszlik, hogy elbomlik a szállag. Nem, mintha tényleg, mint hogyha porból lenne kikeverve. Olyan, de nagy, de jó íze van. Mintha ilyen agytelene ízfokozóval, gondolom nincsen. Nincs amúgy tele. Lehet, hogy csomóra azt mondjuk, hogy az állaga rossz, de inkább legyenek olyanok rossz az állaga, de legyen egészséges. Mint hogy gyönyörű az állag, szépen néz ki, az egy egészséges. Nem feltétlenül egészségesebb, mint... Most ebben nem menjünk bele, nagyon... Hát ez egy nagyon nagy vita. Igen, nem feltétlenül egészségesebb, és egyébként nem feltétlenül... És nem feltétlenül környezettudatosabb. Ugyanis nagyon-nagyon sok... Sokkal több földterületet igényel mondjuk egy szója, mint mondjuk egy marha. De mindegy, hagyjuk. Egy szója. Jó. Nem egy szója. Ezzel kapcsolatban Ábel csatornán az utolsó videóban már lehet írni. Vegán szelet. Néz ki, mint egy... Master sonka. De figyelj, és a farmtól az asztal, és ott van a csirkének a rajza. De miért ott van a csirkének a rajza, mert él még az a csirke. Az igaz. Mert él még az a csirke. Ezzel megmentettél ma egy csirkét. Minimum egyet. Jó. Oké, nézzük. Mert a másikon nincs ott, mert az a csirke már nem él. Viszont megöltél 20 szem borsót. Az biztos. Az igaz. Köszönöm, egy ilyen negyed. Ú, de büdös. Ez nem büdös. Hát van bukéja. Van, de... De ennek jobb az állaga, mint az előző. Mintha fel lenne húzva a szag. Ez is borsófehérjével szójamentes, szóval itt ez azért jó, mert szójamentes. Ez nekem is ízlik. Ez olyan, erről nem mondanám meg, hogy ez növényi. Ez eddig a legjobb. Ez nagyon jó. Ez jó. Ez egy 10/10-es nekem. Nekem is. Nekem a nuggets jobban ízlet, de ez is jó. A virsnél meg 10/8-ot adok. Én arra 10/6-ot, hát, 5-öt. Ez tényleg jó. Ez nálam marad. Jó. Köszi. Bubából, mango, energyból. Energyból. Aztán. Már az a fura, hogy most csak tapintásra mondom, hogy 3 darab van benne. Ez pont jó. Nekem 2. Ó, kókuszgolyó, ez kókuszgolyó, srácok. Kókuszgolyó? Kókuszgolyó. Aztán. Hallod, Harry azt mondta, hogy előre megmondja, hogy 3 darab van. Jó, 13. De ez nagyon jó. De hát a kókuszgolyó eleve vegán, nem? Vagy van benne tej? Hát csak tej van. Kókuszgólyóban. Életemben egyszer sem csináltam, csak megjöttem tanulni. Dió van benne kókusz. Szerintem Tobi kér. Így néz ki ez a cucc. Tök jó a... It's so good. Jó? Mangó van benne? Szárított mangó? Mit tudom én. De finom. Valami gyümölcs van benne. Nekem ez nem finom. Nem. Nekem sem. Ez nem finom. Nem rossz, ez nem rossz, ez nem az én ízlésvilágom. Nekem ez nagyon bejön. Az a baj, én nem szeretem az asszalt cuccokat, és ez ugye asszalt annyira mangó. Annyira én sem, lehet, de ez most, ez, nem tudom, nekem ez... Ez asszalt mangó, szóval... Nekem ez nem. Nekem ez meg a nuggets vittem a legjobban. Nekem a legjobb a nuggets volt, utána ez a felvágott. Ugyanez. Meg a virsli. Meg a virsli sem volt az. Tudjátok, hogy nagyon jó, az ackrém. Azt ti tudjátok, de a virsli, a felvágott, az utolsó felvágott, meg a nuggets az szinte olyan, mintha rendesen ettünk volna. Na jó, na melyek a steakhouse-ba meg. Na, ezen túl vegán leszel, vagy? Nem leszek vegán, de tökre megértem a vegánokat, mert hogy elfogadom. Ne is kérd. Szerintem teljesen el a legtöbb hús nélkül. Én nem tudnék hús nélkül élni. Igen. Nem tudnék. Egyébként azt mondják, azt javasolják, hogy a legjobb, hogy egyszer húst eszel, egyszer nem eszel húst. Szóval, hogy kevesebb húst kell fogyasztani, de hogy nem teljesen kiiktat. Én aztán salátán tudnék kérni, te szerintem vagy salátás. Na, én meg azon nem tudom. Ha kéne, én salátán, én bemegyek egy salátabárba, hogy telepakoltatom, de hús nélkül, imádom. A legjobb. Én nekem, hogyha csak húst adnának, elélek azon. Nekem köret se kell, csak hús. Komolyan. Én nem, én attól rosszul vagyok nagyon. Na hát mindenki máshogy táplálkozik. Ez a szép az életben, hogy ilyen sokszínű. Változatos. Így van. Szerintem az első vegánt, aki az első kommentel, meghívjuk a Prime Steakhouse-ba egy vacsorára. Amúgy ott van vegakaja? Szerintem egyébként a legtöbb étteremben már kell, hogy legyen vegakaja, hogyha fenn akarják tartani magukat a Prime-ban. A Szigeten azt hiszem elő volt írva, hogy kell lennie olyan vegakajának, amit egy vegán tud venni. Thank you very much for your attention. Hát ez elég attention. Nagyon jó. Minőségi videó. Ez nagyon jó. De mostában trió nagyon jó videó. Szerintem is. Ennyi. Kisek. Sziasztok!